A kormány intézkedései a magyar családok támogatását, védelmét szolgálják. Erről beszélt az agrárminiszter a Kossuth Rádióban. Nagy István elmondta, az élelmiszer árstopp is jelzi, hogy a kormány határozottan közelép, ha elszabadulnak az árak. Februártól 6 alapvető élelmiszer árát fagyasztották be. Az intézkedés májusig szól, de ha kell, meghosszabbítják. Liszt kerül a kosárba, mellé étolaj és cukor. Ezek a legtöbb bevásárló listán mindig szerepelnek, és tejet, húst is gyakran vesznek az emberek. Most itt voltam, mentes üzletben 13 000 forintot fizettem. A hűtőszekrény és a fagyasztóráda feltöltése viszont nem olcsó. Még úgysem, hogy az alapvető élelmiszerek közül többnek is csökkent az áfája az elmúlt években, 27-ről 5%-ra. Így olcsóbb lett például a tojás, a baromfi és a sertéshús. Most pedig a kormány úgy döntött, élelmiszerárstoppot vezet be, összesen 6 termékfajtára. Ezeket februártól a tavalyi októberi áron kell adni, egyelőre 3 hónapig. Nem lesz egységes tarifa, minden boltnak a saját október közepi árszintjére kell majd visszatérnie. Az üzleteknek kötelezően biztosítaniuk kell a megfelelő árukészletet. Ha a kereskedők nem tartják be az árak befagyasztásával kapcsolatos előírásokat, akkor jelentős bírságra számíthatnak, amely akár 3 millió forint is lehet. Kereskedelmi szakemberek kizártnak tartják, hogy a vásárlókkal fizettessék meg a különbözetet, és az érdekképviseletek sem számítanak arra, hogy más termékek drágulnának. Az M1-nek nyilatkozó áruház tulajdonosok is azt mondták, alkalmazkodnak az új szabályokhoz. Természetesen ezt betartjuk, hiszen alapvető érdekünk az, hogy az árak minél alacsonyabban maradjanak, hiszen a vásárlóknak akkor könnyebb és akkor tudnak igazából megfelelő mennyiséget vásárolni. A családok támogatását, védelmét szolgálják a kormány intézkedései, ilyen most az élelmiszer árrögzítése is. Erről beszélt az agrárminiszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Nagy István szerint ez egy bátor lépés, amelyet ha kell, máskor is meghoznak. Hangsúlyozta, úgy látják, az árak csökkentése belefér a kereskedők akciós keretébe. A jelzáló hitelek kamatainak befagyasztásával, akár a rezsicsökkentés egésze mind-mind azt a célt szolgálta, hogy hogyan tudunk az embereknek biztonságot nyújtani, hogyan tudunk az embereknek jobb boldogulást elősegíteni. És most itt egy újabb intézkedés, hiszen látszik, hogy az inflációs nyomás nagy, az infláció növekedik, és az is látszik, hogy a várakozások is növekednek. És azért fontos lépés ez. Egyrészt nyilván több pénz marad a családoknál, több lehetőséget tudunk biztosítani számunkra, másrészt pedig üzenünk az egész piacnak. Nem fél a magyar kormány meglépni a legváratlanabb intézkedéseket sem. Az agrárminiszter hozzátette, az üzemanyagárak befagyasztása óta egyes kutak a verseny miatt további 5-10 forinttal olcsóbban adják literenként a benzint és a gázolajat. A kormány novemberben 480 forintban maximalizálta az üzemanyagok árát.